tudunk egy dolg című Karábbi Katalin szóló kiállítását. Adriannal a Barátságok a Számos Szakközépiskola alkalmazó grafikus képzésén ismerkedtünk meg, és így 2012 óta tart ez az alkotóféle barátság. Az alkotó maga saját bevallása szerint 2006 óta fest emberi arcokat. Képei megalkotása során kiemelten fontos számára az ábrázolt személyek karakterének valódi arcának, papíron, faros lemezen és vásznon való visszaadása. Az alkotó folyamat közben inspiratív zenét hallgat, ami még jobban kihozza belőle azt a karaktert, ami feltétlenül szükséges. Karábbi dolt 10 éves korában hallott először, de a téma csak később jön 2013-ban, amikor Adrián katonai filmstúdióban töltött időszakban éklette meg, hogy ő bizony korábbi arcokat fog festeni. Ekkor tehát végezte a már említett alkalmazott grafikus képzést, melynek során megfestette a jelen kiállítást alkotó képeknek közel a felét, ami egyben ez vizsgamunka is lett 2014. februárjában. Majd utána lett kiállítása Karábbi Katalin Közel a Magyar Néplélekhez című kiállítást, amelyet egyfajta ilyen rehabilitációnak szánt a Karábbi főszereplésével elkészült filmek és a dalok 1944-es betiltását illetően. A részletek kidolgozásában, a kiállításnak a megvalósításában segítségére volt Orgoványi Gábor kiváló művész, akivel azóta is folyamatosan konzultál az aktuálisan elkészült munkáiról. Adriánnak koncepció alapján egy kép egy dalnak felelhető meg. Így a daloknak a változatos zeneisége a dalszövegek által kiváltott érzetek elevennek meg a festmények ecsetvonásain keresztül. Adrián festményei küzdelemről és az életben maradásról szólnak. Valószínű Karábbi Katalin is hasonlóan vélekedett saját dalai megéneklése közben. Az itt látható Karábbi portrékon nagyon jól látszódnak az érzelmi mozzanatok és a rezdülések. Mind a melankólia, a bánat és a fájdalom, amelyek színekben is kifejeződnek. Én úgy gondolom, például a barnának az összes színárnyalata ilyenkor meg tud jelenni. Továbbá Karábbi egyes arcain az egyes dolgok alapján megfogalmazott mimikáit keresztül próbálja Adrián ábrázolni, elmondani az elmondhatatlan. Mindegyik képen más arckifejezés, szemszín szerepel, szinte belelát a színésznő lelkébe, szinte teljesen átérzi. Adrián nem csak festő, hanem kommunikáció kutató is, így a szubjektív megélés is olvasat mellett a téma, így a Karábbi jelenség objektív értelmezései is foglalkoztatják. A legutóbbi tanulmánya a Halálos tavasz lehetséges olvasatai egykor is van címmel jelent meg, melyet egy előadás keretében közelmúltban az M5-ön, azaz egy oktatási ismeretterjesztő kulturális csatornán a Mindenki Akadémiája című műsorában is bemutatott. Adrián egy rendkívül összetett folyamatot indított el munkásságával. Mint festő és kutató egyaránt a vászonra és a papírra is feljegyzi a Karábbi jelenség mozzanatait és a momentumait. Én úgy vélem, így egy szélesebb körű rálátása lehet a téma szegmensére, amely segítheti a későbbi disszertáció munkájában is. Legfrissebb kutatási eredménye alapján a dal, a dalbetét és a dalszöveg hármassága a legmaradandóbb Karábbiból. Hát hogy miért? Ebben az esetben olyan kortalan, időtálló dallamvilágról és dalszövegekről van szó, melyek minden egyes időszakban megállják a helyüket. Lehet, hogy a jelentésük módosul, hiszen utóbbi attól is függ, hogy éppen kinek a nézőpontjából közelítjük meg, de mégis úgy hiszem, hogy azért létezik és van egy közös pont. Mindenki találhat legalább egy olyan dalt a megannyi Karábbi melódia közül, amelyet a saját életére is, és élethelyzetére is vonatkoztathat, és bele is tudja helyezni. Ha eddig még nem sikerült, kívánom, hogy az itt látható képek és szövegek segítségével
megtalálják saját dalukat, hiszen erre utal Hipszordián jelen kiállításának a címe is, mind tudunk egy dal. Mindig az a perc, a legszebb perc, mint meg nem állt az élet. Az a legszebb csók, mi el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szín, mely gyorsan semmi vélet, amit soha többé meg nem álmodunk. Ma a csókra még csak várunk, menekülhetsz tőlem még, megmarad a forró csók, mit el nem csókolunk. Ma csókra még csak vár, megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc, a legszebb perc, mint meg nem áll az élet. Az a legszebb csók, mint kiállítást. Első körben külön köszönet illeti Sepsi Enikő dékánasszonyt. Köszönöm szívből. A következő az a már jó közeli barátom és nagyon sok segítőtársam is egyben, aki több személyt is egyben létesít, anyukát, barátot, mindenkit. Ez pedig Mátyás Mária Katalin. Végezetül, de nem utolsó sorban, az igaz lelkünk, a tiszta hangunk, aki ma karádi is volt nekünk, a jelenkori karádi, Tallusz Nikolett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megjelent. Most már lehet egy kicsit boldogni. Én csak annyit szeretnék még hozzátenni ahhoz, amit az elmondott, hogy annyi mindenkinek volt köszönete, miközben valójában, amit mi teszünk, legalábbis ha magamról beszélhetek, az ilyen pici kis valamik, amiket az ember úgy elhint, és ő egyszer csinál belőle. Tehát igazából neki szól a gratuláció ma, és azt hiszem, hogy ünnepeljük azt az utat, ami bejárt azóta, hogy elkezdte egyetemi tanulmányait az egyetemünkön. Úgyhogy én köszönöm neked, hogy ilyen tanítványom volt. Tehát ez egy nagy élmény, hogy valaki ezt az útját bejárt, látja az ember, és hidd el, hogy ezek nagyon apró dolgok, amit az ember hozzátesz. Úgyhogy gratulálok én is neki.